A Bakony és a Vértes találkozásánál számtalan kis település küzd hiába valóan a természet és a környezet megőrzéséért. Bakony Kuti a kivételek közé tartozik. Pályáznak, s persze nyernek is. Teszik ezt az önkéntesség európai évében. Nagyon fontos ugye a környezetünk, a környezettudatos élet, a természetvédelem, hiszen egy természetvédelmi területen élünk. Szóval egy csomó olyan feladat van, amivel hát foglalkozni kell, hiszen érint minket, és nagyon is fontos nekünk. Most amit el szeretnék mondani, hogy mindenki 100%-ig önkéntesen végzi ezt a tevékenységet. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy ösztönözni az embereket arra, hogy önként vállalva, tehát nem nyomásra, nem pénzért, hanem tényleg a saját munkájukat, energiájukat belefektetve dolgozzanak a közösségért. A szemléletformálás eszközei ma már egységesek. A Vidékfejlesztési Minisztérium folyamatosan figyeli a megvalósítást és segíti a program résztvevőit. Kevesen tudják, hogy a mi nemzeti örökségünk egyik legfontosabb része a természeti kincseink. Magyarország területének több mint 30%-a minősül természetközeli állapotban megmaradt területnek, és én azt gondolom, ezt nagyon fontos tudatosítani mindenkiben, és sajnos az emberi, évszázados emberi tevékenység során ezek a természetközeli területek feldarabolódtak, mozaikos szerkezetűek, és a megőrzésük, fenntartásuk állandó beavatkozást igényel, és ehhez kevés az állami természetvédelem. Az önkéntesség elve természetesen nem csorbul, ugyanakkor felelősséggel jár. Nem kampányszerű, sokkal inkább napi munkával, odafigyeléssel járó közös feladat.